Sziasztok! A mániám a köri. Minden formában, minden ízében, minden zöldséggel és gyümölccsel. Ma egy karfiolkörit hoztam nektek zöldborsóval, amihez egy különleges mártást fogok készíteni az Artmix Pro segítségével, ami nem más, mint egy almából, kókusztelszínből és fahéjból álló csodamártás. Isten lesz! Lássunk neki! Mindenek előtt elkészítjük az Artmix segítségével ezt a fantasztikus almamártást kókuszteljel. Az almát nem pucolom meg, csak hanyagul beledarabolom az Artmix Pro-nak az üstjébe. Két evőkanál kókuszolajat hevítünk, amiben mustármagot fogunk kipattogtatni, és szépen a többi fűszert is lepirítjuk vele együtt. Majd a serpenyőbe tesszük a karfiolt, jól átforgatjuk, picit megpirítjuk. A karfiol már minden oldalán egy icipici színt kapott, hozzáadjuk a zöldborsót is. Átforgatjuk, néhány percig együtt forraljuk, és 20-25 percig főzzük. Ez egy száraz köri lesz, éppen ezért készítem hozzá kókuszos almamártást. Illatos jázmirist főztünk hozzá. A jázmirizs az almás kókuszmártással, ezzel a kicsit száraz, de jó fűszeres körivel verhetetlen lesz egy ebédre. Azért kellett az az almás kókusztájszín, mert ez egy száraz köri. És nem akarom, hogy megfulladjatok, miközben eszitek. Ezért kitaláltam ezt a fahéjas csodát, aminek már az illata teljesen betelítette a konyhát. És az ízlelő bimboimat is amúgy le is égettem, mert nem tudtam várni, amíg kihűl, és megkóstoltam. Hanyagul a tetejére szórunk némi kókuszcsipszet, és szeletelt mandulát. Együnk belőle, amennyi csak belénk fér, fogyasszátok egészségre ezt fantasztikus, isteni, szívet és lelket melengető fűszeres körit. Pá!